Na, hát szóval most március 24-e, szerda van, és ma voltam a helyi spárba, ott vettem anyukámnak a szokásos heti dolgait, amikre megkért, hogy vásároljak neki, és utána elugrottam a Rossmannba, úgyhogy ott vettem egy pár dolgot, amit ott igazából nem kaptam volna a spárba, és az tetszett nekem, meg hát szükség is van rá, úgyhogy azt mindjárt bemutatom. Mondjuk van itt két dolog, amit igazából nem ma vettem, hanem ott volt a fürdőszoba polcán, közben itt a Móricz nyávog. Móriczka, ne nyávogjál! És ezt mostában sokat használok, ilyen rendes szappan, mert annyit mosom a kezem, úgyhogy azért nem is tud úgy begyógyulni. Tehát van itt egy ilyen fa szappan, citromos illatú, és van itt egy ilyen dáv, ez pedig uborkás. Nagyon jó illata van. Tehát ezeket fogom majd használni, mert ott van még egy pici szappan, de az már nem sokára el fog fogyni. Úgyhogy, na jó, hát akkor előveszem a szatyorból a dolgokat. Na, hát itt vettem 10 darab maszkot, mert ugye sajnos ezek is nagyon fogynak a mai időkben. Ez nem is tudom, hogy mennyibe került, de nem is, valami 1900 forint volt a 10 darab. Hát elég jó áron volt, hát ez ilyen egyszer használatos. Na nézzük, most csak úgy veszem elő, ahogy éppen jönnek, akkor van itt egy ilyen spirit, ilyen kis olcsószerű kölni. Ennek nagyon jó illata van, és ez azért jó, mert amikor még régen lehetett szodába járni, mert nyitva volt az összes szoda, én mindig a Gellértbe kértem, hogy oda igyanak föl nekem ilyen masszást, meg ilyen gyógyvizet, meg ott úsztam sokat. És akkor mindig, mikor jöttem ki, akkor ilyennel fújtam be magam, és ennek annyira jó illata van, meg azért jó, mert nagyon pici helyen elfér. Tehát egy fürdőbe azért elég sok cuccot kell vinni, és ez a kis picike meg olyan jól elfért a táskámba, és nagyon kellemes. Ebből van több illatú is, de nekem ez a kék tetszik a legjobban. Úgyhogy remélem most már ez lesz a jel, hogy talán akkor majd kinyitnak az uszodák, majd előbb-utóbb nagyon örülnék már neki. Akkor vettem ilyen kis ilyen fertőtlenítő kis kézgélt. Ez is nagyon jó, mert igazából ami a táskámban van, annak kell, hogy ilyen pici legyen. Mondjuk ami most a táskámban van, az ilyen fújós, de az lassan elfogy, de hát sajnos ugye annyi beteg van, meg új fertőzés, hogy nem győzi az ember használni. Na, akkor van itt egy ilyen bio nyavaja, ez olyan, hogy ilyen, ez biztos ismeritek, hogy van ez a rizs, ez a kupaszott rizs, és akkor rajta van ilyen kis csoki. És hát ez ilyen nasnak jó. Hát a múltkor úgy bevágtam egyszerre 6-ot, egy ilyen zacskót, mint a húzat, de hát azért egy szeletben van 82 kalória, 3 gram, vagy 4 gram zsír, és azt mondja, hogy mi van ebbe, fehérje, hát az 1 gram, és akkor szénhidrát, az 11 gram. Ebből a szénhidrát az 11 gram, ebből cukor 5 gram. Tehát ez a bioduma, ez megint olyan, hogy aki, tehát attól függ, hogy mi a cél. Ha mondjuk nem akar olyan rizst enni valaki, vagy olyan rizsből készült terméket, amit ugye lefújtak, akkor az mindenképpen ilyen biót fog venni, de ha még fogyókorázni is akar hozzá, akkor igazából ez nem jó, mert ez hízzal, mint a fene. De hát ez ilyen ízlés dolga. De
Igazából egyszer-kétszer jó. Ez a Rossmannnak ilyen saját terméke. Na nézzük, mit vannak még itt. Na, ez meg egy ilyen nagyon érdekes dolog, azt nézzétek. Ez egy tusfürdő, méghozzá ez egy ilyen, na, hol van ráírva? Szilárd tusoló szappan. Szilárd tusoló szappan, 4 értékes olajjal, citromfű és fehér tea illat, mikroplasztikmentes összetétel, és nagyon gazdag olajokban, melyek tradicionális szappanfőzés szerint hidegen keverve szappanosítottak el. A szappan enyhe, visszazsírzó hatású és ápolja a bőrt. Praktikus, zsinórral van ellátva, hogy fel lehessen akasztani. Használat: a szappant a kezeiben habosítsa fel, és a habot vigye fel a bőrére, végül vízzel mossa le. Hatása bőrgyógyászatilag igazolt, olyan kiadós, mint 3 tusfürdő. Abból kiindulva, hogy egy 300 ml-es tusfürdő kb. 20 használatra elég, 3 tusfürdő, igen, tehát olyan, mintha 3 tusfürdőt vettem volna, 100%-ban újra hasznosított a csomagolás, és bocsánat, kiengedem a macskát, mert nem bír magával. Pillanat, ezzel. Na hát akkor folytatom a dolgokat. Szóval most a móriszkát én kiraktam, és akkor most kibontom ezt a tusfürdőt. Hát ez úgy látom, hogy ez egy ilyen mezei szappan, amiben hoppá, bele van fűzve egy ilyen erős madzag. És az illata, hát az kellemes, bár elég ilyen mosószappan feelingje van, de hát majd ki lesz próbálva, aztán majd kiderül, hogy jázminos. Hát, majd kiderül, hogy milyen ez az illat. Igen. Na nézzük, mi van még itt. Na, itt is van egy olyan, hogy szappanzselé, kényezhető habparti a bőrnek, levendula illat. Ez is egy olyan, hogy van egy ilyen tégely, csak úgy tudom, hogy nyílik. Ja igen, és akkor ezt ki kell nyitni valahogy, csak hát persze nem, még mindig nincsen körmöm, és kés az meg most itt éppen nincs. Na mindegy, szóval ebbe egy ilyen zseli állagú valami van, és akkor ezt be kell vizezni a bőrt, és aztán utána rákenni a testre, utána visszarakni ebbe a dobozba, megszárad, és aztán ettől olyan szép tiszták, meg illatosak leszünk. Tehát még ilyet se láttam, olyan sok újdonság volt most a Rossmannba. Na, akkor vannak itt ilyen tisztítós dolgok, ilyen antibakteriális, nedves törlőkendő, ez alma illatú, de tulajdonképpen erre mondjuk nincsen ráírva, hogy feltőtlenítő, ez csak úgy letörli, alma illatú. Igen, akkor van itt egy olyan, ami citromillatú, az is egy ilyen nedves tisztító kendő, citromillatú, meg úgy emlékszem, mintha vettem volna valami domesztosat is, hogy lehet, hogy nem. Na mindegy, ebből vettem 2, ez is egy citromillatú, meg talán jázminos. Ez is ilyen tisztító, demol nedves tisztító kendő, citrom frissesség, 50 darab. Igen, ez citromos, ja, a másik az meg ilyen zöld volt. Igen, ez alma. Ez almás, meg egy citromos. Igen, aztán
Na nézzük, mi van még. Ja igen, volt itt turbó diéta, banánízű. Olyat még nem ittam. A fiam ivott a múltkor, mert kapott a nagyfiamtól, a kisebbik fiam ajándékba, egy ilyen turbó diétát, banánízűt, és annyira jó illata volt. Na mondom, akkor veszek egyet magamnak is. Mert olyan illata volt tényleg, mint egy igazi turbó diétának. Na aztán itt vannak ezek a ilyen illat gyöngyöcskék, illatanyagok, mindenféle, ettől is ilyen illatosak lesznek a ruhák. Ilyen Lenore kék, ez nagyon illatos. Aztán, ja igen, ez pedig a szárítógépbe szoktam rakni ilyen kis nedves kis törlőkendő, vagy nem törlőkendő, de ilyen kis papírkát ki lehet tépni egy ilyen dobozból, és akkor arra ráfújni egy picit, és akkor nagyon illatosak lesznek a ruhák, amikor kiszedem a szárítógépből. Na, itt van egy másik szappan, levendulás. De jó illata van. Egy újabb szappan. Nagyon jó. Azt most már ide veszem az ölembe, mert így jobban látom. Na, itt van egy ilyen Nivea bőrbarát ilyen dezodor. Ilyen zöld citrom, meg vanília van rajta. Nem tudom, hova rakom, talán itt jobban látszik, mert itt pont itt van, fedettünk a lámpa, és ha nem oda rakom, akkor ilyen árnyékot vett. Na, ez például egy ilyen citromos zselés légfrissítő, ezt mondja a vécében rakom. Aztán, mi ez itt? Ja, egy tusfürdő. Ez is ilyen le volt árazva, nem is tudom, 250 forintra, és nagyon jó illata van. Ez olyan, mintha ilyen búzavirág lenne ráfestve, búzavirág, és szerintem ki is jött, mert érzem, hogy picit ilyen nedves a szatyornak az alja, ja, egy kicsit kifolyott. Na, akkor ez egy ilyen tusfürdő. Nagyon kellemes illata van, ez is le volt értékelve, ami akciós. Valami ziaja, nem tudom, hogy mondják. Nagyon, annyira jó illata van. Igen, aztán itt van egy ilyen Hyaluron Specialist L'Oreal. Ez is ilyen arcvíz, ilyen sminklemosó. Na hát ebben van minden, hát reméljük, hogy ez jól leviszi majd a sminket. Most is van rajtam egy alapozó, bronzosító, pirosító, szemöldökömön van valami, meg a szempilla spirál fölül, az alsó nincsen, és még a szemhéjamon van ilyen sötét barna, meg világos barna, meg van egy pár ilyen highlighter itt oldalt. Ja, meg pirosító, meg az orromon is van highlighter, meg itt. De hát ez már szerintem lekopott már, még délelőtt lett fölrakva. Na, egy újabb illatos szappan, ez pedig egy cseresznyevirágos. Hú, hát nagyon jó illata van. Azt nézzétek is, milyen színe van. Illatos is, és látványos is. Nagyon szép. Még esztétikai élményt nyújt, tehát a szemnek jó, az orrnak jó. Hát mondjuk elni nem szoktam ilyet, de az összes többi érzékszervnek jó. Na, akkor itt van egy újabb dezodor. Ez egy Dove. Ez a almás. Ennek isteni illata van. Ez is le volt. És képzeljétek el, hogy ott hagytam a mobilomat, és abban vannak a kártyáim, be van vívva az összes, hogy ne kelljen a pénztárcámba egy kiló ilyen kártyát tartani, és nem volt olcsó annyira, amit most vettem, és az anyukámnak is a bevásárló listát ide raktam a telefon hátuljába, ide a tok
tok mögé, hogy nehogy elfelejtsem, hogy mit kell, és már ott voltam a boltban, és akkor láttam, hogy itt hagytam a telefon, úgyhogy a listára is szerencsére mindenre emlékeztem, amit lediktált, és viszont a rossz mamba mondta a nő, hogy hát igen, megismer engem, de így nem tud ő semmi kedvezményt adni, úgyhogy hát akkor így jártam, a legközelebb jobban kell figyelni, az a helyzet. Na, és akkor itt még, mi van még itt? Itt még van egy pár dolog, van itt egy extra 3D ilyen szempilla spirál, Extreme Black rimmel. Hát ez ilyen puff, így néz ki. Hát majd kipróbálom. Tehát ezt vettem, akkor vettem egy ilyen kontúr valamit. Ez a, talán a 3-as volt. All day. Egész napra jó. Hát majd meglátjuk. Igen, 03. Igen, ez a 03-as korrektor. És ez Max Factor. És ez pedig egy szemhéj árnyékoló matt alap. Rival. Eyeshadow Matte Base. Ilyen. Jó, hát ennyi volt, mert itt van nálam mindig ez a kis szatyrocska, úgyhogy ebbe ilyen sok mindent bele tudtam rakni. Úgyhogy ez volt ma, és holnap pedig el fogok menni az Auchanba. Jön haza majd a fiam, meg lesz a férjemnek a szülinapja is. Úgyhogy lesz jó nagy bevásárlás, és hát majd főzni is fogok. És már takarítanom is kéne, most már az ablakokat legalább a nappaliba le kéne mosni, meg a függönyöket. Úgyhogy az íróasztalom alatt pedig gyűjtögetem, amiket itt összevásároltam a tél folyamán, mindenféle ilyen drogériás cuccok. Rossmann, akkor a Müller, a DM, és ott is vannak illatszerek is, meg ilyen smink cuccok. Úgyhogy azt is mind ki kell pakoljam, úgyhogy valószínű, hogy az lesz, hogy az egészet ide be fogom hozni a konyhába, és majd kirakom, és akkor szépen megmutogatom nektek, aztán majd mindent a helyére fogok rakni, és akkor alatta is jó sok hely fog felszabadulni. Úgyhogy remélem tetszett a videó, ha igen, akkor lájkoljátok, iratkozzatok föl, és vigyázzatok magatokra. Holnap találkozunk minden bizonnyal. Sziasztok, jó éjszakát!